Sziasztok! Hát nézzétek meg, egészen jó idő van, március 1-e. Videókban sokat láthatod, hogy ezt a sportot űzöm, ezt a kiteboardot, vagy kitesurföt, nevezzük most bárhogyan. A lényeg az, hogy én ezért költöztem ide Siófokra, hogy a vitorlázás mellett ezt a sportot tudjam bármikor csinálni. Érdemes a Balatonra akkor leköltözni, ha konkrétan van valamilyen tevékenység, ami téged a Balatonhoz köt. Persze lehet az is, hogy nagyon szereted a Balatont, de nagyon-nagyon jó, hogyha valamiféle vízisportot csinálsz. Láthatod a fényképek között, hogy van egy fazon, aki vadvízi kajakkal jött leföl. Elindult a szezon, és hát hajrá, gyerünk a vízre, mindjárt 10 fokos, úgyhogy ruha kérdése az egész, mint ahogy azt már elmondtam egy másik videóban. Kite-ról egy-két szót. A kite az egy angol szó, és sárkányt jelent. Most a dragon is sárkányt jelent. Viszont a dragon az az állatsárkány. A kite az pedig olyan, ugye, mint a papírsárkány, meg ez a sárkány is kite, amivel mi megyünk.